Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Még júniusban történt, hogy a mezőgazdasági miniszterek megerősítették a közös agrárpolitika reformjáról szóló megállapodást az Európai Parlamenttel. Azt gondolom, hogy erről nem tudunk eleget beszélni, mert bár akik figyeltek és az agrárgazdaságot figyelemmel kísérik, azok tudják, hogy ez milyen fontos megállapodás, de nyilvánvaló, hogy számunkra az a fontos, hogy ebből hazánkra mi vonatkozik, hiszen ahogy megfogalmazták a miniszterek a kommunikében, a megállapodás megnyitja az utat egy méltányosabb, környezetbarátabb és teljesítmény alapú kap előtt. Hát ezt ugye néhányan vitatják, de ugye a cél az egyértelmű, hogy egy fenntartható jövőt biztosítson. Vendégem pedig Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Tisztelettel köszöntelek. Üdvözlök mindenkit. No, hát ez egy ambíciózus történet, annyi szent. Kezdjük az elején. Ugye azt mondják, hogy fenntartható, méltányos és megerősíti az európai agrár-élelmiszeripari rendszert. És korántsem véletlen, hogy hazánk számtalan olyan javaslattal élt, agrárminiszterünk, ami ezt egy kicsit árnyaltabbá teszi. Problémás volt a folyamat. Azt kell látni, hogy több mint 3 évvel ezelőtt elkezdődött az egyeztetés arról, hogy hogyan alakuljon át a közös agrárpolitika, és közben voltak olyan pillanatok, amikor kifejezetten úgy éreztük, hogy ránk nézve hátrányosak lennének a változások. Ezért mind a minisztérium, és egyébként az utolsó pillanatban például mi agráros szervezetek. Tehát általában azt kell látni, hogy itt nem feltétlenül a probléma nem feltétlenül az országok között van, tehát hogy Magyarország vagy Franciaország között, hanem inkább abban van a probléma, hogy az agrárosoknak az érdekei mennyire fognak érvényesülni ebben az új szabályozásban, és az utolsó pillanatban a COPACOGEGA, ami a legnagyobb európai agrár érdekképviseleti szervezet, és a kamara is a tagja, még a megegyezés előtti napon is mi Brüsszelben nem sztrájkoltunk, de egyfajta megmozdulást szerveztünk, ahol jeleztük, hogy vannak olyan pontjai a megállapodásnak, amivel nem értünk feltétlenül egyet. A végül elfogadott, a minisztertanács által elfogadott kompromisszum, ami az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között született, az azért elfogadható, de hosszú távon vannak erős félelmeink azzal kapcsolatosan, hogy ez mit fog jelenteni mind a magyarországi, mind általában az európai mezőgazdasági termelők vonatkozásában. Helyük sorban, hiszen a környezetvédelmi szemponttól meglehetősen komoly igényeket fogalmazott meg ez a közös agrárpolitikai reform, és hát ez a Green Deal az Magyarországra olyan szempontból csapást hozna, mármint az agrárgazdaságra, hogy tehát nem lehet összehasonlítani a nyugati országok és a hazánk viszonyait, sem a földviszonyokat, sem a termelési struktúrát. Igen, és azt kell látni, hogy és ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, senki nem a célokat vitatja. Mindannyian fenntartható módon, klímabaráttan, a környezetre odafigyelve szeretnénk végezni a tevékenységünket. Mi is, akik a mezőgazdaságban érdekeltek vagyunk. De abban, hogy a célok, amiket kitűzünk magunk elé, azokat milyen időtávon kell elérnünk, hogyan érjük el, ahhoz milyen, milyen szankciókat fűzünk ahhoz, hogyha valaki bizonyos célokat bizonyos időkre nem tud tekinteni, ebbe óriási viták vannak, és itt azért nagyon nagy jelentőség van ennek a dolognak, hogy ezek hogyan alakulnak. És azt kell látni, hogy sajnos nekünk van egy olyan problémánk, hogy bár maga a közös agrárpolitika most már több mint 50 éves, 1962 óta működik közös agrárpolitika, de az agrárpolitika alapjait, szabályait jellemzően az elmúlt évtizedekben olyan emberek állították össze, olyan emberek határozták meg, hogy hogyan nézzen ki ez a szabályozás, akiknek volt közvetlen kapcsolatuk a mezőgazdasággal. Tehát tudták, hogy mit jelent az a döntés, amit hoznak. És most itt van egy változás, hogy olyan a meghatározó erő a politika, a közös agrárpolitika reformjában, az nem az agrárosok, hanem inkább ez a környezet is olyan városi lobby, akinek nem akarom a szándékait kétségbe vonni, biztos jót akarnak, de nem igazán értik, hogy mit jelentenek azok a döntések, amit meghoznak, és persze
még egyszer szeretném igazolni, mi is például kevesebb növényvédőszert szeretnénk használni, de szeretnénk, hogyha ezt egy reális folyamat keretében kellene lecsökkentenünk, és nem pedig nagyon hirtelen, óriási lépésekben, mert annak a növények fogják a kárát látni. Világos. Akkor majd növekedni fognak azok a betegségek, amiket most kivédünk ezekkel a növényvédőszerekkel. Ugye úgy fogalmaznak, hogy a termelőknek be kell tartania ahhoz, hogy támogatásban részesülhetnek a szénben gazdag talaj megőrzését, a vízes élőhelyek, tőzeglápok védelmét, a tájképi elemekkel rendelkező minimális nagyságú terület fenntartását a szántó területeken belül, tehát itt a mezőkre gondolnak elsősorban, hogy meg ne törjük. A parcellákat elválasztó fosorok, vagy ilyenekre. Igen. Egyébként ezekben mi kifejezetten jók vagyunk. Ugye nekünk ez a problémánk, vagy hogy is mondjam, a vita sokszor az ebből fakad, hogy ők azokat a problémákat akarják megoldani, amit Európának ezen a középső évszázadok óta rendkívül magas szinten megművelt területén tapasztalnak, ahol gyakorlatilag elvesztek a természetes tájak. Tehát Belgiumba vagy Dániába már nem nagyon lehet természetközeli tájakat látni. Magyarországon nekünk nem ez a problémánk, nekünk most is vannak természetes tájaink, ott a Hortobágytól elkezdve, de akár itt Fejér megyében is azért nem mi ilyen szempontból szerencsések vagyunk. A termőföld bőségünk van. Magyarország területéhez képest nagyon sok a termőföldünk. Ezért mi nem csináltuk azt az elmúlt 100 évben, hogy az utolsó kis négyzetcentimétert is a természettől elvettük azért, hogy ott mi valamilyen kultúrnövényt használjunk. Na most ők viszont a szabályozást, a politikát egy ilyen típusú struktúrára próbálják most kialakítani, és ez nekünk néha problémát okozhat. Tehát szakma helyett a politika került előtérbe. Én azt mondanám, hogy a vágyak. Az a baj, hogy a van egy egész Európán, ez érezhető politikai szinten is, hogy a zöld pártok zöld erősödnek, pártok. Hogy az a fiatal felnövekvő generáció, akik most 20-30 évesek, azok sokkal elkötelezettebbek ezekbe a fenntarthatósági kérdésekbe. Nincs ezzel semmi probléma. Teljesen jó. A probléma az abból fakad, hogy amikor a döntéseket hozzák, akkor ők a vágyaikat tükrözik ebben a döntésben, és nem pedig azt a valóságot, amivel nekünk azért azt biztosítani kell, hogy azt az élelmiszer mennyiséget előállítsuk, ami ahhoz kell, hogy az embereknek legyen elég élelmiszere olcsón és jó minőségben. Hogy állunk az ökorendszerek tekintetében? Hiszen ez szintén fajsúlyos kérdés. Igen, hát itt is van egy olyan példa, ami nekünk problémát okoz. Nagyon könnyű azt mondani a szabályozásban, hogy legyen a mezőgazdasági termőterületek 25%-án öko-bio termelés folyjon. Ez nem probléma egy olyan országban, ahol a mezőgazdasági területeknek a nagyobbik része rét, mező, legelő, ilyen típusú. Mert ezekkel nagyon könnyű biogazdálkodást folytatni. Tehát nem tudom én, Írországban könnyedén teljesítenek egy ilyen feltételt. Magyarországon, ahol azért a mi területeink legnagyobb része szántóterület, ez egy sokkal komplikáltabb kérdés, hogy mi hogyan tudjuk ezt a 25%-ot elérni. Egyetértünk azzal, hogy növekedjen a terület, ahol bio-ökotermelést folytatnak, de mi nem vagyunk abban biztosak, hogy képesek vagyunk néhány éven belül a 25%-ot elérni. Nem vagyunk benne biztosak, hogy piacilag indokolt lenne elérni a 25%-ot. Nem vagyunk benne biztosak, hogyha 25%-on állítanánk elő bio- és ökotermékeket, akkor képesek lennénk ennyit feláron leadni. Márpedig, ha valaki bio-ökotermelést folytat, akkor vagy a költségei növekednek, vagy a hozama csökkenni fog. Tehát mindenképpen egy kis árem szüksége van arra, hogy magasabb áron tudja értékesíteni a terméket. És ráadásul ezzel, bár ez most közvetlenül nem ide tartozik, de helyzetbe hozzuk majd azokat, akik számolatlanul küldik be a silány mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipart, ugye itt ez már messzebb vezet. Ez igen, ez egy másik probléma. Nyilván azt kell látni, hogy azért most így a 21. században egyre fontosabb szerepe van annak, hogy mindenkinek, aki az élelmiszer ellátási láncnak bárhol is a tagja, az azokat a standardeket, amit a lánc többi tagja és a hatóságok megkövetelnek, azokat tudja teljesíteni. Ez egy rendkívül ma, ez az ala, aki erre nem képes, az kiesik az előállítási láncból. Fontos szerep jut ebben a megállapodásban az éghajlatváltozásnak, illetve a biológiai sokféleség megőrzésének.
Ebben én azt hiszem, hogy egyetérthetünk, hogy az éghajlatváltozásra oda kell figyelnünk, hiszen ezt tapasztaljuk napjainkban is, bár ez nyilvánvaló, hogy másként, mint a mezőgazdasági termelők, de azért láthatjuk, hogy rendkívül változékony volt az időjárás már ebben az esztendőben is, és ha megnézzük az előrejelzéseket, ez tovább romlik, ha úgy tetszik. Igen, két dolgot kell letisztázni. Én azt gondolom, hogy már mindenkinek egyértelművé kellett, hogy váljon az, hogy sajnos az időjárás változás az életünk része. Tehát ez problémát okoz, a szélsőséges időjárási eseményeknek a száma egyértelműen növekszik. Magyarországon sajnos nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben az éghajlati övben vagy régióban, ahol mi vagyunk, ez minket különösen sújthat itt a megnövekedett jégesőtől kezdve az extrém szárazságon át, az extrém esőkig egy csomó olyan esemény jön, ami valószínűleg sokkal sűrűbben fog előfordulni. Ezekre készülnünk kell. Ez nem csak támogatási szinten, hanem a mezőgazdasági termelési eljárásainkban is. Oda kell figyelnünk, arra évek óta problémát okoz a fagy. Nyilván a gyümölcseseink fajta szelekciójában oda kell figyelnünk arra, hogy olyan fajtákat preferáljunk, amik jobban ellen tudnak ennek állni, mert láthatóan enyhe tavaszok vannak, ezért hamarabb elindul ugye az élet a növényben, viszont bebe jönnek olyan fagyos napok, amik problémát okoznak. A kajszit évek óta rendszeresen elveszítjük. Igen. Tehát ezt úgy kell kezelnünk, hogy olyan fajtákat próbálunk meg inkább telepíteni, amik jobban ellenállnak ezeknek ezeknek az új típusoknak. És még egy dolgot szeretnék itt nagyon kiemelni. Amit mi szeretnénk kihangsúlyozni, és szeretnénk mindenkinek érzéketölteni, amit mi egy picit igazságtanak érzünk, hogy ezek a folyamatok állandóan úgy vannak beállítva, mint hogyha ezeknek az éghajlatváltozási problémáknak a legnagyobb felelőse a mezőgazdaság lenne. Igen. És a véleményünk szerint ez nem így van. Az objektív számok nem ezt mutatják. Az az állattartás, amit állandóan mindenért felelőssé tesznek, az európai széndioxid kibocsátásnak mindössze a 4,5%-áért felelős. Szerintem nagy óriási csúsztatást azt mondani, hogy itt mi az üvegházhatású gáz kibocsátástól elkezdve az összes negatív környezeti tendenciáig mindenért az állattartásunkat felelős tenni. Nem az állattartásunk felelős. Különösen nem a magyar állattartás, ami egyébként sajnálatos módon még mindig az állatok számát tekintve nincs ott, mint mondjuk 50 vagy 100, 50 évvel ezelőtt. Tehát jóval több állat volt Magyarországon a 70-es, 80-as években, mint amennyi most van. És ráadásul tegyük hozzá, hogy ha az új intézkedéseket nézzük, tehát a ketrecben tartás megszüntetését, akkor ez még csökkenhet is. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon problémás dolog nekünk, ez a ketrecben tartás. Egy picit hadd szóljak néhány szót erről a dologról. Itt is azt kell, hogy mondjam, nem akarjuk senkinek se a szándékát bántani. Én megértem azt, hogy bizonyos embereket zavar az, hogy a ketrecben tartás az az állatok számára mit jelent. De azért talán oda kéne figyelni a tudományos kutatásokra. Ezekkel foglalkozunk, ezeket mérjük. Ezek konkrétan számszerűsítető dolgok. Például tudjuk azt, hogy a ketreces állattartás a tyúkok esetében nem okoz nagyobb stresszt a tyúkoknak, mint a nem ketreces állattartási formák. Tudjuk azt, hogy bármilyen nehéz is elhinni, de a környezeti lábnyoma a ketreces állattartásnak kisebb, mint a mélyalmosnak. Ennek ellenére elfogadjuk az irányt, hogy menjünk egy irányba, ahol lehet, ott próbálunk a ketrecektől megszabadulni, de az időtávok nagyon fontosak. Tehát azért itt olyan beruházásokról beszélünk, amiknek évtizedes megtérülése van. Tehát mi azt mondjuk, hogy amikor ilyen döntéseket hozunk, akkor évtizedekre szóló döntéseket kell hozni, nem pedig egy-egy évekre. És vannak olyan ágazatok, ahol nem is nagyon tudjuk, hogy lehet megoldani. Mert nyulat tartani ketrec nélkül egyelőre ezt technológiailag nem tudjuk, hogy lehet megoldani. És igen, hát ez az újraelosztás, ez fontos, mint ahogy a forrásoknál is. Hiszen az intézkedések kitűzték célul, hogy a kis és középméretű gazdaságok jóval több forráshoz juthassanak. Én azt gondolom, hogy ez arányaiban nem lenne probléma, hiszen 10%-ot határoznak meg kötelezően. Mm.
Ugyanakkor arra figyelnünk kell, hogy hazánkban most például ugye az osztatlan közös tulajdon eltörlése után ez a helyzet változik. Tehát olyan nagyon kicsik nem lesznek. Igazából itt a szabályozás, egy érdekes helyzet van, azt látni kell, hogy alapvetően az egész szabályozási környezet egy olyan irányba mozdul el, hogy elég nagy mozgástere adott a tagországoknak, látszólag szabadon hozhatnak döntéseket, de végső soron az utolsó szó az mindig az Európai Bizottságé lesz. Ez az, ami nekünk egy kicsit problémát okoz, ez az, amit egy picit meg vagyunk ijedve, hogy majd ez a rendszer hogyan fog működni. De mit jelent ez az, hogy azt mondta a jogszabály, hogy legalább a közvetlen támogatások 10%-át azt oda kell csoportosítani, hogy a kis gazdaságok, a mi értelmezésünk szerint ezek mondjuk a 10 hektár alatti gazdaságok kapják meg egyfajta plusz támogatásként. Technikai szempontból, hogy ezt hogyan fogjuk elérni, hogy az egy hektárra jutó támogatás összegét növeljük, vagy az egyben megkapható támogatás összegét növeljük, erről még nem szó. Tehát ezt minden tagország maga dönteti el, ez valószínűleg idén ősszel fog Magyarországon, és ez a döntés megszületni, de most ha megelőlegezhetem ezt a dolgot, tehát még egyszer szeretném mondani, még nem született meg a döntés, de én azt tartom legvalószínűbbnek, hogy valószínűsítően 2023. január 1-e után Magyarországon a 10 hektárig, az 1 hektárra jutó támogatásnak az összege növekedni fog, és nem ez a mostani 70-80 ezer forint, hanem inkább egy 100 ezer forint körüli összeg lesz, amit ki fogunk fizetni támogatásban. Tehát ez elegendő, én azt gondolom. Ez elegendő ahhoz, hogy teljesítsük azt a feltételt, hogy a támogatásoknak a 10%-át átcsoportosítjuk. És nyilvánvaló, hogy a gazdák is örülnének neki, de azért ne essünk át a ló túlsó oldalára, hiszen a magyar mezőgazdaság alapját továbbra is a nagy gazdaságok képviselik, bár nyilvánvaló, hogy vannak olyan szektorok, ahol feltétlenül szükséges ez a kisgazdaság. Igen, is. A világon mindenhol így van, hogy ha a felhasznált területet vagy a kibocsátást nézzük, akkor nyilván a nagyobb gazdaságok adják ennek a nagyobbik részét. Itt, amire nekünk oda kell figyelnünk, az, hogy ne alakítsunk ki egy olyan mesterséges körülményt, amikor arra ösztökéljük a mezőgazdasági termelőinket, hogy ők földarabolják az üzemüket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezeket a számokat úgy kell belőni, és úgy kell kitalálni, hogy mennyi plusz támogatást adok a kicsiknek, de hogy ettől még senki ne érezze azt, hogy mondjuk ő akkor jár jól, hogyha ő 10 hektáros darabokra szétteszi az üzemét. Mert azért hosszú távon a magyar mezőgazdaságnak az egyik legnagyobb hatékonysági tartaléka az pont abban lenne, hogy ami egy üzem, azt próbáljuk meg együtt tartani üzemként. És ne legyen ez az állandó adminisztratív problémázás, hogy a fele itt van az egyéni vállalkozóiba, a másik fel az őstermelőibe, keresztbe számlázgatok minden. Tehát mi azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb különbség a nyugat-európai, már kialakult családi gazdasági struktúrában működő, és a kelet-európai egyébként most már ugyancsak családi gazdaságokra épülő mezőgazdaság között az, hogy ezek az üzemek, ezek sokkal jobban megszilárdultak Nyugat-Európába. Ezért, amikor még ha ezeket el is adják, vagy öröklik is, az sokkal kisebb fennakadást okoz a működésükben. Míg itt nálunk, Kelet-Európában, ezek sokszor, ha eladják, vagy ha öröklés van, akkor ezek az üzemek szétesnek. És ezek minden évben néhány százalékot emiatt veszítünk. Támogatásban, termelékenységben, magában, termésmennyiségben. Ez egy olyan dolog, amit, hogyha jobban együtt tudnánk itt tartani az üzemeinket, akkor ez hosszú távon egyértelműen növelni a mezőgazdaság kibocsátását. Ugye azt mondjuk, hogy a nadrágszíj parcellák ideje lejárt, ugyanakkor tapasztaljuk a nyugati országokban, hogy igenis vannak ilyenek, csak tömörülnek szövetkezetbe, ami nálunk egy ideje szitokszó, ha úgy tetszik, de ők szövetkezetbe tömörülnek, és remekül megélnek belőle. Viszont akkor térjünk át a kormány támogatásra, hiszen soha ekkora összeget nem áldozott a kormány arra, hogy a magyar mezőgazdasági vállalkozások, az agrárgazdaság elérje azt a szintet, ami számunkra megnyugtató, a köznapi ember számára is, és a gazdálkodók számára nem különben. Hadd kezdjem azzal, hogy egy picit ezt meg is megköszönjem a mezőgazdasági termelőknek. Mert ez olyan szempontból a közös eredményünk, hogy az elmúlt 11 néhány év
folyamatos fejlődése, az, hogy a mezőgazdaság minden évben képes volt növekedni, az EU 27 tagállamából, attól függ, hogy hol nézzük, általában a második, harmadik legnagyobb növekedést mutatjuk a mezőgazdasági kibocsátásban az elmúlt 10-11 nehány évben. Ez elég hitet teremtett abban a magas politikai szinten döntést hozókban, hogy igenis érdemes a magyar mezőgazdaságba fektetni. Igenis a magyar mezőgazdaság az az egész magyar gazdaságnak az egyik motorja tud lenni, és ennek köszönhető az, hogy valóban idén évelején megszületett ez a döntés, ami nekünk nagyon fontos volt, mert a közvetlen támogatásokkal eddig is a jövedelmi szintet tudtuk sokat javítani, de most azzal, hogy az úgynevezett vidékfejlesztési támogatásokban is 3-4-szer annyi pénzt fog rendelkezésre állni, mint amennyi eddig rendelkezésre állt, ezzel nagyon reméljük, hogy a hatékonyságunkat, a versenyképességünket a következő években még tovább tudjuk javítani. Csak egyetlen adatot hadd mondjak el, mert ez nagyon sokat fog elmondani. A teljes magyar nemzetgazdaság tekintetében, ha egy külkereskedelmi egyenleget vonunk, tehát oda tesszük az exportot az import mellé, és azt mondjuk, hogy a kettő közötti különbség ugye a pozitívunk, hogy mennyivel többet exportáltunk, mint importáltunk, ennek az egyenlegnek a legnagyobb részét a mezőgazdaság adja. A mezőgazdaság az, amiből képesek vagyunk agrártermékekből és élelmiszerből többet előállítani, mint amennyit elfogyasztunk. A válság előtti években is már több, mint a külkereskedelmi egyenlegünknek több, mint az 50%-át az agrártermékeknek köszönhetünk, most meg ez az arány már 80%. Most ugye a járvány miatt években 80% körüli. Nos, hát ugye az Európai Bizottság, hogy visszatérjünk a kapra, a három jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyekről beszéltünk. Ha összefoglaljuk, akkor ez alapjaiban megfelel, de nyilvánvaló finomításra szorul. Ezen dolgozik a kamara, illetve az agrárkormányzat is? Igen. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy ami megszületett ott június elején, az egy politikai megállapodás volt. Ebből most a nyár folyamán gyakorlatilag jogszabályot írnak, tehát rendesen szövegszerű jogszabályoknak a megfogalmazása történik. Ha minden igaz, akkor ezt ilyen szeptember-október környékére, inkább októberre fogunk eljutni odáig, hogy akkor ezek a jogszabályok megszületnek. Amikor megszületnek ezek a jogszabályok, akkor el lehet kezdeni azt a folyamatot, ami újdonsága ennek az új közös agrárpolitikának, hogy az úgynevezett stratégiai tervek, amik ugye amiben előre meg kell határozni, hogy 2023 és 2027 évvége között én milyen támogatásokat, milyen összegben, milyen célra, hogyan fizetek ki, ennek a stratégiai tervnek a benyújtása. Ennek a munka, a stratégiai terv előkészítés az annak ellenére, hogy nincs meg a végleges jogszabály, már most is folyik minden országban. Idén december 31-ig kell ezt a stratégiai tervet benyújtanunk. De ez még nem azt jelenti, hogy ez a stratégiai tervünk, mert ez az, amit mondtam, hogy azért nekünk itt van egy kis félelmünk, mert utána ezt még a bizottságnak el kell fogadni. Erre elvileg egy év van, a 2022-es év, hogy a bizottság előzetes becslései alapján egy 8-9 hónapos folyamat keretében kellene megegyeznünk a bizottsággal arról, hogy mi szerepel ebbe a úgynevezett stratégiai tervbe, ami nagyon fontos és újdonság, hogy ugye régen is kellett ilyen terveket csinálni, ezt úgy, ugye ezek voltak a vidékfejlesztési program, de régen ezek csak a VP-s támogatásra, kettes pilléres, beruházási, környezeti támogatásokra vonatkoztak, de ez az új stratégiai terv, ez vonatkozik az egyes pilléres közvetlen támogatásokra, tehát itt a területalapú támogatásoknál is előre be kell lőnünk, hogy milyen összegű támogatásokat, milyen célokra hogyan fizetünk ki. Mindenesetre bizakodva várjuk a döntéseket, mert azt gondoljuk, hogy a stratégiai szempontból is rendkívül fontos hazánknak és egész Európának. Nos, hát Papp Gergelynek köszönöm szépen. Még egy, igen? Még egy szót, annyit, hogy annyit látnék, hogy ebben az új rendszerben a mezőgazdasági termelők egyéni felelőssége sokkal nagyobb lesz. Tehát oda kell figyelni minden mezőgazdasági termelőnek arra, hogy ő milyen döntést hoz, mert alapvetően hatása lesz arra, hogy ő mennyi támogatást kaphat majd 23 után. Igen, hát a felelős gazdálkodás alapja a gazda. Ez így van. Ezt erősítsük meg. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőinknek, önöknek is köszönöm figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!